A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 1 millió 11 ezer forint. A pályázati programban az óvoda Csip-csup csodák anyanyelvi műhelyben 14 gyermek vett részt Rauschenberger Gáborné tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A 60 órás program célja. A versek, mesék hangulatával, ritmusával alapoztuk meg a gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődését, az egyéni képességek alakításával, személyiségük fejlesztése komplex tehetséggondozó programmal valósult meg. A gyermekek erősségeinek és gyenge pontjainak feltárását követően differenciált, komplex személyiségfejlesztés képességgazdagítás történt. A komplexitás segítette elő, hogy bátrabban mondják el véleményüket, könnyebben fogalmazzák meg gondolataikat, álljanak ki önmagukért, fejlődjön interpersonális és intrapersonális képességük. A bábjátékban, dramatikus játékban a gyermekek kibontakoztatták szabad önkifejezésüket, jó alkalmat adott a kommunikáció és a beszélő környezet a társalgási kedv fokozására, személyiségük formálására, társas kapcsolataik alakítására. A műhely munkák, az évszakok, azon belül az évszakokra jellemző természetbeli változások és az állatvilághoz kapcsolódtak az éves tervben összeválogatott igényes irodalmi művek, drámajátékok. A mese élmények dramatikus mesefeldolgozással, bábjátékozással valósultak meg a műhelyben, a kézműves tevékenységekkel megtámogatva. Komplex élményeket biztosítottunk, melyek segítségével erős érzelmi kötődést alakítunk ki a gyermekek és a művészetek között. A mágikus világkép a csodákkal és átváltozásokkal teli esztétikus, igényes, életkornak megfelelő irodalmi művek összeállítása lehetőséget teremtett az alkotó, kreatív, belső képi világuk kifejezésére a komplex program keretében. Élmény, szerző és lazító programok. A debreceni Vojtina Bábszínház előadásának látogatása. A kirándulás lehetőséget adott a hátrányos helyzetű gyermekeknek eljutni a Bábszínházba. A kirándulás alatt erősödött az összetartozás érzése is.